Szervusztok! Jó napot kívánok mindenkinek! Hát szervusztok! Jó napot kívánok mindenkinek! Jó van, tökéletes a hangunk. Jó napot kívánok! Nagyon jó, azt lenémítottam. Szervusz, Vandir, üdvözöllek! Igen, kezdődik. Szóljál apunak is. Ma meg lesz az érdekes státusz. Nagy mérföldkő elé érkezik a csatorna. Elméletileg most már a képet is kell látnotok, nem csak egy feketeséget. Így van. Nagyon jó. Majd lehet, hogy mindent bele, így van.
Hát bélyefegyezni fogunk, eléggé népes számban, méghozzá heten. Úgyis egy perc, mire elkezdődik, visszanémítom a Discordot. Hanem a nagyot, ugye? Na, itt van. Neki egyet volt. Na, most de... jöttem vissza, mondtam, hogy beköszönés írjál, volt meg minden. Írjál be neki egyet. Mert mit mondott? Tankette. Jó, mert várj, hogyha kis tankot hoznék, akkor és nem pont, lecsipet. Pont nem volt benne a live-ba, mert le kellett némítanom a Discordot a beköszönést. Mi nem volt benne a live-ba, barátom? Az, ahogy tankettét mondtál, több fültanú is van rá. Hát az nem számít. Az nekem bőven elég. A rögtön ítélő bíróság. Már kevesebbért is végeztük. Többért is. Hát többért igen, de kevesebbért is. Lényegében levegőt vettem, akkor 173. Na jó, hát az azért nem így volt. Ez, de ne bagatellizáld zárd el a fontos témát. Aha. Oké. Okay. A kurva be van életen. Hozva a replő, helyes. Nagy csipzöltek rám. Hoztam egy repülőt én is. Akkor izé? Vörös báró? Vörös báró, csak még nincs meg a festés sajnos. Steve, gyere itt egy motorbicikl. Ja, igen. Itt a tank, gyerekek. Motor. Kapjuk el Zombor azt a bombázót. Zombor. Na megyek rá. Igen. Itt a tank. Hogy lefékezik a bástya. Jön rám az a attack plane szerintem. Várjál, oda gurulunk. Szerd az attack plane. Menjünk, nyomjuk. Kis csónakom lenghadul a vízén. Itt vagyok. Szeded rólam, uram. Micsodát? Én is itt vagyok. Ja, megy rá. Úgy, hogy gyönyörű. Nagyon jó. Befele. Befele. Ne. Minden pozíción. Ellőtték a bal szárnyom. Most vettem megyek, vissza. Megyek, várjál, már fordulok. Négy be lehetett az azzal sokat szarakodni, hogy teherautóval, meg motorral, meg mindenféle lófasszal. Plusz az ellenség fele. Kukipattansz. Várjál, Walter! Jó, egy megvan! Jó, C4 kód az a kedvenc éppen. A kurva isten megbasszom. Hát, vehicle disabled. Úgy, né? Egy lent. Gyönyör! Leszettünk egyet-egyet, nagyon szép. A vörös báró támad. Azért a vörös bárónak kapott egy tangever vehicle disabled alulról. Kicsoda. Jelezném csak. Ja, akit kiszedtem. Én lőttem disable-re neked. Igen! Geci! Vigyázz, izé, páncélkocsi. Van elő meg hátul egy tangever a tankomba, szerinted mit tudok vele leszedni? Minden. A legjobb. Azt a lencsipet hoztad. Az a legjobb lencsip, nem is értem, hogy miért megy bárki másikkal ezen kívül. Csak, legjobb. Mögöttem a jó. Ezt a személyzet, ha meg is döglünk. 75 millis ágyuk vannak rajta, az 57 helyett sokkal jobb. Szexuális, nagy fasz energiát sugaltak. Teljesen. Zsacek. Nézzük egy gétig. Basz meg! Lezuhantam gére. Itt van a repülő. Jó, legalább azt is elfoglalod. Nem, hát itt nagyon nagy izék küzdelmek vannak. Hello, motherfucker. Látok egy járművet. Light. Kapta. Gyönyörű! Hogy bazeg az attack plane-t? Meghalt a sniper. Atok pláne. Jaj, ne, kérlek. Kitéped a nyelvemet, Geri. Hát nem, elkezdek vezetni neked, én is egy listát, ott is van egy lightom. Mindegy Isten az. Bazd meg! Azt hittem, hogy egy jó terv lesz. Kettő oldalról lőnek minket. Jó, eltaláltam. Na jó, szép, és kilőve. Visszamedlek a szárazföldre hozzátok. Meghalt a tank? Meghalt. Jó, van még hely abban a szarban? Nincs. Nincs. Jövítsük. Bazd meg! Mehetünk erre. Jövítsük. Jelölöd? Zsíros. Lesz. Bazd meg! Most mi vagyunk a páncercuk. Mit nem kaptam? Geci jól lesz ki ez a lencsik, ahogy mindig rácsodálkozunk. Light tank, az én oldalamon. Látom. Elkaptam. Happy lő. A Krüken megint átdobott a zenemi teambe, bazd meg, hogy light tank. Mi? Ne? Ez erre, ez is jó. Itt vagyok az angolban. Mi az a repülő, bazd meg? Nem tudom, de majdnem lelőttem. Nagyon alacsonyan száll.
Nem is belelőttem egyet, fájt is neki. Mi a f... Ha valaki ugrál körülöttünk ki, pattanjak vagy hagyjam? Várjál, csinálom. Ne szállj ki. Itt látom a lovas dobálja ránk a faszopó. Hopp, hopp, megvan, megvan. Jó, kiszedtem. Meghalt. Meg. Jövítok egyet, mert lángolunk. Baszki. A szaút. Bent vannak a repontok. Repülő, kamikázat. Belén kamikázat. Nagyon szépen köszönöm a követést. Mortar, meg Tank Hunter. Meg a Field Gun. Szállj ki. Jó, késő. Amúgy fedezlekem titeket föntről, már 4 attackpoint leszettem. Kicsit hangosan. Tangeveres van a dom túloldalán. Jó, menjünk a délre, aztán menjünk rá az erre. Köszönöm szépen, Bolond. Vagy inkább a C-ről, mit szólsz? Arról hozok egy másik lencsipet inkább, mit szólsz? Jó, én addig itt leszek. Oké, meg vagyok. Ja, beigazítottam minden hangot. Azt mondjuk, engem vadászik mindenkit, de légvédelmével nem tudtok vele valamit kezdeni? Micsoda? Légvédelmével tudtok valamit kezdeni, mert mindig engem vadászik. A pilóták kiszálltak, aztán már nem vadásznak. Nem tudok kezdeni, mint a repülőkkel így. Hát, ha tudnánk, hogy melyik pontról légvédelmizre gondolom, G-ről, meg F-ről. Meg repül egyet, a repülő vesz kiúrik, ez mi a faszom? Nem tudod, azért nagyon kéne verni. A pontot foglalják. Mondjuk a kollizsionnyel még mindig kicsit érdekes a hegyeknek. Zsombor, visszamegyünk, mert az alt el fogják foglalni. Jó, itt vagyok a Walterrel egyenlőre, nem nagyon tudunk visszavonulni. Igen. Megtartjuk, megpróbáljuk ezért, addig ti nyomjátok le a izét. Opa, előtt baszki hátulról. Szállt egy asszaút. Jó, jövök én is hozzátok. Hol van, Án? Itt van, igen. Oké. Okay. Figyeld! Egyet kikaptam! Az asszaút volt. Nem tudom, az lehet, nem tudom mit szedtem, ugye nekem nem jelzi, csak az embert láttam. Vagy elmegyek még egy kört, mindjárt öletett a bomba. Nem látom. Ott van-e? Jobb oldal. Hol? Most hasát le! Egy neki. Rakat. Jep. Szállok. Hát kérdez, ki kellett szállnom, bazd meg, mert... kellett még a pofon. Nem mész innen, te! Kellett a fájás. Tovább. Bazd meg! Ha a hátsó géppuskával rommás szednek, bazd meg! Igen, erős a hátsó géppuska. Ha, ez én vagyok az első. Már bazd meg, hogy hátraugrik. Ne idegeskedjél már. Szép munka, apa. Nagyon szép. Benne van a pakliba, hogy megöldem. Hogy elfoglaljuk a mocsarunkat? Hú, tudod, ezt hol csináltuk? Hát, HNG-ben emlékszem. Igen, emlékszem. Majd, hogyha kiszedik a lencsipet, akkor lemegyünk a mocsárba, de szerintem menjünk az erre, nem? Megyünk. Ott többre megyünk. De nem csak egy javaslat volt, te vagy a parancsnok. Ajajajajajaj, ez iszó de sőn. Kéne erre a lencsipre még egy torony amúgy. Az már ilyen 40k tank lenne, tudod? Hát azért, semmi más. Lehman Russ Battle Tank. Átterülik a kilőve. Figyelted? Hát, nézem, hát ugyanebben a tankból ülök, barátom. Mortar lencsipek, majd mortar ezért rakok ott van a szemét. Azért nem jött eddig tank ellenünk. Látod, Zsombor? Látom. Van, megyünk rájuk. Csak egy jobb tüzelési szög kéne nekem. Gyönyörű! Egy repülő halott. Hopp. Jobbra vansz. Spotolt a genyó. Igen, menekül a cigány. Vigyázz, dobom! Megvan! Enemy itt 32, nem volt meg. Á, 32. Geri, fordulj 90 fokot az én irányomba, mert itt rohangál egy assault. Nem, az a ult, az a sniper volt, de no. Ja, jó. Meglőtök. Amúgy így, hogy az eget is, meg minden tizé ott tartunk, így egész jó csapat. Itt lesz valahol az a truck, amúgy. Innen jön a lövés. Fölmászok aztán. Geci, itt a Soffit Camel, jön már, jön az el... Ja, nem, az nekünk van, várja. Kész, disabled! Gyönyörű, le is szedtem! Gyönyörű! Hogy baszott gyermek? Vittem, kaptak a fiamok! Leszpónoltam, és megbaszott a repülő. Menekül a Mortar Truck, gyerekek. Várja, hol van? Hát... De most nem mindig Fighter-re jön. E.2. 2 és E. környékén van.
elfoglaljuk az F-es srácok addig. Jó, jó. Tonka. Tonk. Itt van egy enemy. Igen. Köszi Mr. Assault, sokkal mentünk vele. Nem jó, szétszed be. Egy sorozattal ledarálnak, hát ezt nem lesz. Ez semmi gond. Ajjajjajjajjaj, Psyche! Az meg lelőttek. Az a gondolkodom, hogy izé sorozat, nem tudom, hogy mennyit tapasztalt a Dogfighterrel, szoktál menni? Aha. Walter, és az igen. Mennyire jó az a 10-es kurva anyja. Én azt szoktam azt is használni. Na jó, most nem inkább kurva. Meghat. Miért ilyen rákos ez a játék? Amikor ütni akarok, akkor szurony rohamozik, és amikor szurony rohamozni akarok, akkor csak üt. Valaki szedjen fel. Abded. Jó kibaszott repülő van itt, gyerekek. Sok. Már megintéz, próbálok intézkedni. Fölkúrtam a gyerek menő gránátot. Szegény. Viszik a bét. Oda jöttem. Köszönöm szépen kedvességét, hogy új lyukokat nyitott a föld alá. Velem együtt. Oké. Okay. Jövök Zsombor megvédeni a hazát. Afrikában. Na. Hol van a Zsombor? Geci! Ott van a Szentrik. Nem mindig puska a Szentrik. Ja, a Szentrik. Azért nem halt meg egy tártól. Már nem. Jó. Nem létezik Sentry. És még mi nem? Geri? Azt nem mondjuk ki a live-ban. Mi? Azt mondom, már nem létezik? Várjál, felszedlek. De hogy szed ki egy lövésből amúgy? Azt mondok, amit akarok, nekem a kormány sem mondja meg. Hát nem mondja meg. Hogy a Twitch-ba az nekem, kép azt érdekel. Most összeballéztem az egyetemen a tanárokkal, gecibe. Mert? Hú, de... Elkezdte nekem mondani. Na, át is csaptunk politikaiba. Elkezdi nekem mondani, hogy hát, mert igen, hogy ez a pandémiás helyzet meg így úgy, meg hogy ugye a Szimőszeti Egyetemet is ugye alapítványivá tették a megkérdezésük nélkül, meg így úgy amúgy, hogy ennek mik lehetnek a hátrányai. Én meg mondtam neki, hogy ez annak a következménye, hogy elfelejtett, régen lógtak már a villanyoszlopról politikusok. Régen voltak meglógatva egy picit. Mögén lőtt végig az arterialit rá, készít. Meg azt mondja nekem, mit tennék az ügy érdekében. Hát én mondjuk mondom, nem táblákat dobálnék a parlamentben, hanem monotop koktélokat, de az még lehet csak én vagyok. Úgy? De most, Geri. Oké, okay, már mennek. Most úgy őszintén, te tudod őket sajnálni, hogy állami kézbe vagy izé? Hát meg lett szorongatva a tökük? Mert én őszintén nem. Mert? Hát mert, azért mert 30 éve nem produkálnak egy eredményt és folyamatosan megy lefel az oktatás színvonalat. Tehát nem értem ezt a, nem értem ezt a nagy képű ízét, hogy jó, majd mi jobban tudjuk, mint a nem tudom ki a faszom. Tehát üljenek le és maradjanak csöndbe, mert eddig nem volt eredménye a munkájuknak. Nekem nem a kibaszott munkájukkal van a probléma, hanem az, hogyha ezt megengedi magának a kormány, akkor mit nem enged meg magának, ez a bajom nekem. Én leszarom a Színművészeti Egyetemnek, kurvára nem érdekel a magyar művészet. Nem csak a Színművészeti Egyetem, az összes egyetem, Geri. Most darálják be az egyetemeket, igen. Engem ez olyan téren nem érint, hogy nekem eddig is alapítványú volt az egyetem. Mit van bedarálni azon, ami amúgy is diszfunkcionális, te? Már eleve szar. De nem is a szarság itt a lényeg, érted? Lehet, hogy szar, de legalább szabad, érted? No, hát akkor az ország is nagyon-nagyon jó teljesít ilyen alapunk. Hát ez itt a probléma. Lehet, hogy szar, de legalább szabadok vagyunk. Hát igen, amúgy. Hát tesó, nem így gondoltam, hogy lehet, hogy szabadok vagyunk és szar az ország. Nem, mert arra gondoltam, hogy az meg azt oktatnak, amit az egyetem, meg azoknak a rektorai, meg a faszom tudja, ki a jónak lát. Nem az, amit megmondta Csányi, meg a MOL, meg a kibaszott faszopó patkányok, akik ülnek abba a kurva parlamentbe. Tehát ez itt a probléma. Csányival meg a MOL-lal még nem lenne probléma, mert egy egyetemnek piacképesnek kell lennie. Ez bazd meg, hogy semmit nem ér amúgy a fighter. Hát jó, persze, oké, egy piacképesnek kell, szabad gondolkodásukat veszik el. Mert robotollejő specialistákat gyártanak a képzéseket.
hivatkozva arra, hogy ugye a piacon izének le, hogy ne gondolkodjál, hogy tedd fel a szemellenőt, és most nem rád gondolok, hanem a nagy többségre. Mert ezt láttam a szaktársaimon is, hogy fölrakják a szemellenőt. Ez hihetetlen. Ez nyilvánvalóan neoliberális működés, ezt. Ebbe köztünk nincs vita. Én megmondom őszintén, én inkább lennék egy kényelmes lusta ember vagyok, de inkább laknék szabadon egy kurva pocsolyában, mint hogy ennél durvább elnyomás legyen valamiba. Ilyen nincsen, bazd meg, hogy folyton leszpónolok és lekaszabol a lovas, ki amúgy fölrobbantanak. Próbálok itt replőzni, de azt se látom, merre van. De mi a faszom, hogy nem jössz a földön velünk, mint egy normális katona? Mert szedem. Lófaszad, bazd meg, idegrohamot szedsz össze. Hát persze, bazd meg, sorozatból kiszedél fájtelemet. Na hát akkor miért nem jössz földi egységnek? Továbbra is föl van tartva a kérdés. Jó, még egyet megpróbálok azt, hogyha nem megy, akkor... Na ugye. De azt értem, hogy én nem tudok együtt érezni siránkozásra, hogy... Hát tesó, én meg erre annyit tudok mondani, hogy egyébként mellékágom, meg pol leszarom, mert világ vége, a világ eleje óta alapítvány az egyetemem, tehát nem semmi változtatás nem lesz. Többi majmot meg úgymond pol leszarom, ne haragudj. Jó, ennyi volt, nem rád gondoltam, hanem az összes többi rinyapöcsere. Ja, tehát az egyetemistáknak nem túl, hogy is mondjam, adekvált az ő rinyálásuk, hogy most ellepő. Ja, nem, az egyetemistáknak a 96%-át bedarálnám Magyarországon, és úgy darálóban mindent. Egy nagyképű majom állat, arra verik magukat, ami nincs. Megyek mögötted, Walter, válj meg, nagyon kevés felpét dobok hát. Biztosok kiolvasni 1980-as pszichológia könyvet, és akkor benyalni a tanárnak, megírni bele 10 oldalt, az nem nagy teljesítmény szerintem. Üres-e? Kolás és hatalmas több problémám van. Megyek, itt vagyok mögötted. Jó, én ide elbújok egy ilyen szimpatikus ligba. Itt egy armúretkár! Te vezetsz, én lövök. Várjátok. Hadd adja a kuzsit, mert elvagytok. Gyerekek, bent vannak a ponton, bent vannak a ponton. Várjál, keresem. Behozzam a legjobb argumentet, gyomból, amit a boomerek szoktak bedobni mindig a Facebookon. Parancsolj, Geri! Tehát olyan neked a legjobb argumentet, amit a boomerek szoktak Facebookon? Nem volták katona. Hozzák vissza sorkatonaságot, mert gyengék a fiatalok. Igen. Az bezzeg. Ennek az egész működésnek, amiről mostanáig beszéltünk, ennek a droid agyuságnak az a, hogy is mondjam, csimborázója, kibaszott sorkatonaság. Nem is tanulsz semmi harcászatot, csak azt, hogy kell izé fogkefével semmit meg izé. Várjál, Geri, felszed le. Tudod, mit csinált a sorkatonaság? Megnyomorított, bazd meg, lelkileg végtelen mennyiségű embert, aztán akkor erre verik magukat, hogy de jó volt. Ők lelki nyomorékok lettek, aztán jöttek, geci, azt verik ott az izé gyerekeiket. Azért mondták, hogy más sem adjon ki belőle. Ezt hívják Stockholm-szindrómának. Nem, azt hívják Stockholm, tehát tényleg amúgy ez mikor az elnyomóidnak szopod a faszát, mert azt hiszed, hogy az neked jó. És akkor mekkora férfiak, hogy az asszonyt vered, hú, de nagy férfiak tényleg. Sajnálom a Walter egyébként, hogy szerintem ettől a streamtől azt tartunk megint, hogy orbitunk és cigányzunk közben, meg ilyen magas röptű politikai és... Amúgy! Hát is nevezem az oda... Nem, a flófaszt, átnevezem, mizé Battlefield és SFE ügy. Még hangorik rétegen. A magyar belpolitikai elemzők BF egyeznek. De tényleg így gondolj bele, hogy itt megjelenik az izé csanád, érted nagyban. Ekkora urak vagyunk. Várjál, Geri, hozok húsit neked. Nagyon szépen köszönöm. Én meghoztam egy nehéz tankot. Ja, meg a másik kedvencem az volt az a... Lőd azt a kurva reped, leszedem Tomzonnak, te. Másik kedvencem, tudod mi volt, Zsombora? Mrs. Lifelong Learning elkezdte nekem mondani, hogy az élet hosszígtanulásról, hogy... Mondta, hogy mert a felnőtt képzés így átalakul, meg a felnőtt oktatás, és ez milyen fasza, milyen jó, meg wow, úgy megy, dübörög Magyarországon a felnőttképzés, mondom, tesó. Te voltál már ilyen felnőtt képzésen életedben? És akkor hát... Tesó! Meg mit tudom én, hogy így mondtam neki, mondom. Azt remélem tudod egyébként, hogy szakmunkásokat konkrétan, szakmunkásokat, meg a különböző mellékszakmákat, azokat konkrétan ezzel az OK-i törvénnyel megnyomorították a faszomba. Hát nem, mert majd iskolarendszerbe, vigyázz, Tiviti bomba. Mert az törvény lesz, hogy be kell majd ülni, és akkor tudod, engedélyt kell kérni, hogy kimás WC-re, az biztos. Igen, 32 évesen meg majd biztos. Hát nem, ez arra megy ki, hogy a királyságnak legyenek még droidjai, hogy tudjanak gyárat építeni a BMW-t. Azért a felnőtt képzések védelmében kicsit lazábbak azért ennél, hogy...
nem ja, tudja, okay, hogy engedélyt kell mérni. Ja, oké, lazábbak, csak lófat nem tanulsz. Hát én, az tény. Én amikor hát, ott voltam... sehol Magyarországon. Hát meg ez, az olyan, figyelj, Walter, csak a mi, vagy nektek, ami most meg lesz szakma, ami nekem megvan. Csak a vagyonőrködésbe induljunk ki. Melyik lesz, semmi baj, melyik lesz az a, az a gyerek, aki 15 évesen azt fogja mondani, hogy oké, tesóm, nagyon király. Biztos, hogy nem. Szoszi testvérem, én most el fogok menni vagyonőrnek iskola jellegű képzésbe 3 éven keresztül. És az lesz a főállásom. Ezt senki nem fogja mondani. Mert ez a leg... Miért jó? Mert akkor legalább kevesebb lesz belőlük, viszont több lesz. Hát kevesebb lesz a konkurencia, aztán olyan órabérekkel dolgoztatok, így van. Kettő ügyozod magad. Szóval csak ugye érted, mit mondok, hogy... Hát én egyetértek veled, persze. Csak ugye, hogy ezzel, én... hát ugye itt mondják nekünk, tehát külön óra van arra, ahol azt tanítják, hogy mennyire fontos az, hogy ez próbálj meg minél jobban önképezni. És akkor közben meg jön az, hogy hát innentől minden OK-é, tehát minden tudásanyagot vagy lezárunk azzal a feltétele, hogy diplomáznod kell érte, tehát egyetemre kell járni, vagy iskolába kell járni, tehát hogyha egy felnőtt ember úgy van vele, hogy most akkor szaszításom, hogy nem megyek tanulni, mert nem akarok egy hülye droid lenni és 3 visszatba szopni, akkor majd azt fogja mondani, hogy az OK-é központban, vagy az oktató központban... Figyelj, Feri, ott van melletted a kő mögött. Látom. Az oktató központban azt fogja megmondani, hogy haha, no. És így megbasztatod anyádat, mert a munkád mellett nem fogsz tudni elmenni tanulni. Mert ezzel ezt lehetetlenítik el, úgyhogy a kurva anyját mindegyiknek egyébként faszapog egyszerűen. És akkor Fodor, kérnék egy mély a gyurcsányobb boltot, légy szó. Mély a gyurcsányobb bolt! A gyurcs után! Elvette a kis tilaharmadik a nyugdíjat is! Tönkretette az országot! Eladta! Eladta! Eltették tőle! Ezek legalább itthonra lopnak! És ti, amikor valaki ezt... A Lőrinc az egy becsületes magyar úriember, okosabb, mint a Zuckerberg, a Doktor Orbán Viktor Mihály! Igen. Jaj, nagyon jó, ez gyerekek, ez ó, parádi. Igen. Úgy érzem, Fideszes... Nem is érdekel a Fidesz... játék, néha lelövök valamit, aztán... Fideszes cég nem is fog már nálam hirdetni, bassza meg. Mi Fideszes cég? Hát pedig azért... Akarod mondani nemzeti? Akarod mondani 3-2 év múlva semmilyen cég? Hallod, mekkora poén lenne, izé, Mészáros és Mészáros Kft. A siófoki szálloda szeretne nálam hirdetni. Hát majd az izét bemondod a stream elején a Raid Shadow Legends reklámot aztán. Play Raid Shadow. És jó, gyerekek, azt meg kell mondanom mondjuk, hogy a reklámjuk, a egy-két a tényleg kurva jó amúgy. Azok kurva jók, tehát az na. A saját reklámjaik, amiket ők raknak, azok folyamatok, azokat szeretem. Még van, hogy meg is nézem kétszer folyamatok. Nem jár, Martin. Geri, ez a te reszortod lesz. Zsombor, akkor hadd tanítsam meg neked az asszautok utolsó leckét. Na igen. Ha jön az armoret, én nekem menni tőle olyan messzire, amennyire lehet, és a gyalogságot kell fregelni a fegyvereidbe. This is the way. Hát amúgy nagy gyermek. Okay. Armoret trait felesleges lőni, majd megcsinálja más. És ha mindenki ezen az elmond, az... Se nem kifizetődő, homoszexuális is, még unalmat is. Nem tudom, én jól el vagyok vele, amikor a Field Gun-nal studírozom. Field Gun-nal lőni az megint más, de az Altair Rocket Gun nem hazarul. Itt is van egy Field Gun. Már is ráfordul a hajt. Nem, meg kilőttek. Jó. Én meg kilőttem, aki kilőtt. Egyet rálőttem a kedvedért, jó? Zsombo. Jó, rendben. Legyen kettő, jó? Kettőt ráadottam. Azt vágod, hogy fizikailag képtelen vagyok amúgy kilőni a heavy bombert a kis fájteremben? Menjél bele! Megtalált az armoret train. Na jó, van, menjünk innen. Megnézzük, hogy az armoret train és a heavy bomber milyen viszonyban állnak. 12 HP-t szed le egy lövéssel az Attack Plane-nek a hátsó gép puskája. 12-t mert egy baszon nagy puska van a hátuljában. Ezen mit nem lehet megérteni, drága barátom. Jézus. Geci. Az úr nem érti. Jézus. De csak egy sima géppuskát, olyan gyors felül, ne viccelj, hogy ez egy 20 milli shot. De. Anyád. Nem, baj benne, akkor is én is a... A bombád zoomban. Aha, 20 millissel, gyertek baj, vagyok. Baj, ide nőtt armba lett rép után. Mi a fasz? Értem. Mi a fasz? Pussatok. Pussatok. Hello there. Mi? A kibaszott vonatig nem értem el. Igen. A mocsadéknak meg arany altirelit rákja van, bazd meg. Igen. Hát... Arany. Milyen szexuális dolog. Ez milyen gentó már?
Mint az én arany... Még jobb, mint az én izé. Még jobb, mint az én elefántcsont izé, Cejrigorettim. Nekem van egy arany lencsipem, de a lencsip az menő dolog, még az artillery track az nem menő dolog. Az nem tűnik. Tudod, mi nem menő dolog? Még tesszok. Románia. Meg az MSZP. MSZP, bazd meg, mi? Hallott pártokról mi a faszé beszélsz egyáltalán? MSZP! Yeah. Nem tudom, én már nagyon sok mindent láttam itt a 78 évem alatt, de én ilyen egy becsületes embert, mint a Gyurcsányi még nem láttam. Ja, eddig az MSZP-re szavaztam, de ők ellopták a nyugdíjt, úgyhogy most erre a becsületes Gyurcsány úrra szavazok. Ez nagyon, nagyon egy tisztességes egy ember. Hát ezt nem hiszem el. Tisztességes maggyar. Vállalkozó. A Jobbiknak a koalíciós partnere. Ez az egész. A legnagyobb magyar ember, akit lehet ismerni, ez így van. Gyurcsány itt van. Én kezembe tartom. Létezik. Jó, elvitték. Ott a vége, Urma. Hello, hello. Urma. Urma, geci. Urma, jó. Azt a kurva. Hol vagy, Geri? Várjál. Azaz, megposztultam. Van egy. Okay. Jó, leszettem. Barátom, Krüge, te egy példa vagy amúgy. Egy ellen példa. Köszönöm, uram. Krüge egy nagyon jó példa. Mi a... Azért a különböző soft skill-eket az oktatásban, amikor tanulnak a gyerekek között. Azt a kurva anyját a légvédelminek. Mondjuk Gyurex-nek lennak is elmennem. Szia, Dorina, rendben van. Ha nem akarsz belekondárkodni, akkor ne. Ne is. Nem is akarjuk. Ó, privát a helyet csinálni, nem oda van, mindenki bejöhet. Igen, itt passzíra. Sombor passzíra. Csak jó, én vagyok még mindig az első. Nagyon jól teszed, ezt ne hagyd abba a kör végéig. Bazd meg, volt egy a sarokban. Várjál, teszedlek. Okay, most már kitakarították a tatyók. Oké. Okay. Tessék, Uzi. Köszönöm. De... Gáz. Olám, basz egy gázt! Kérlek szépen, zsomborom, köszönöm. Ide jön az armoletre, én vigyázzatok. Az a Krüger repkedjét veled van elfoglalva. Bazd meg a Martini Harry sniperedettem majom. Én megyem. Leszedtem három repülőt, Knok! Megvan! De menj már az egyesre, bazd meg! Ez kötelező volt oda mondani. Még egy meg a négy! Írjál be neki egyet majd. Jó. De a Knokra én nagyon harapok. Csak figyelmeztes. Jó, szólok én. Az ilyenekre vágjál benne egyet, mert ettől rosszul vagyok. Ez... Jó. Mindig megmozdul benne magad. Köszönöm. Baszdmeg! Akkor nem lehet ezt izélni, mit tudom én... Nem. Revidiálni ezt a döntést. Hogy mit csinálni? Újra gondolni. Már megint izékat gyártasz? Magyar igen. Szavakat gyártak. Nem, amúgy ez most viccen kívül. Nézd utána, ez tényleg használatos amúgy. Jó, tudom, de ez ilyen akadémiai stílus meg én, hogy... Nem hozzászólogatom, megész nap magyarul. Ezt hallgatom, megész nap magyarulába, az meg nem vagyok rá kíváncsi játék. Akinek egyetem fájása van, az nem zé, angol közön. De az nekem csak mém. Aha. De ezt megmondtam a harcsi. Te vagy a mém, bazd meg, nyalt ki a faszomat a mémmel, bazd meg. Ne idegetik. Nekem intravénásom van, a pepén kurva véráramom van. Intravénásom van. Hát most én fizettem üzét $300 600 rare pepéjén, eBay-en, bazd meg, de hát akkor se beszélek róla ennyit. Jaj. Gyere, Geri, itt az Uzi. Na várj, előbb elmennék abból a házból, amit rám döntött. Hát, most már elfogadom. Olyan válogatós vagy. Ha túlélem. Geci. Hallod, gyerekek, kiszedte az összes repülőt, mint légvédelmibe ült és vadászik. Hát ezt nem hiszem el. Kikezett. Geri, nézd rád egy Martini Harry. Ne nézzem. Martiniról ne beszéljünk. Rövjtejünk el az összes pontot. Mi az a pangás, gyerekek? Mert csak rohangálunk körbe-körbe. Elfoglaljuk egy célt, ott egy tank. Uff. Hozom a leveses tálat, hát ha kell. Bazd meg. Nagyon durva. Milyen nem lesz? Tessék, Uzi. Az izén van légvédelem? Jobbról van shotgunos az emeleten, lőjétek már le. Jó, látom.
Ne, valaki megelőzött. Miért? Ki ez? Basz meg, lebontottak egy emeletet alulam. Nem számít, mert győzünk, srácok, semmi gond. Győzünk is, meg a squad core-t összeadjosom. Valószínűleg leszünk az első. Jó, hogy mi leszünk az elsők. Na, ott van a fiam, az kigére szednem. A kid? Kid van ott ura? Izét, harcolok már vele egy ideje. Akivel? Hát a fiammal. Igen. Aha. De amúgy ez mi? Hallod? Megölte önmagát, mint hogy én öljem meg ekkora urat? Na, nagy kell. GG! Gyönyörű is, átszók. Na mi legyen? Suez vagy? Hát ebből Suez lesz. De én akkor is a Fall for Dress-re szavazok, így renegátként. Akkor még gyerünk! Tessék! Na! Mégis hát csak az egy harmad azért, az döntám. Hát. Nagyon jó! Nagyon jó. Szép, első menet kész! Megy a Prince Cream! Gyönyörű! Megy ki a hűtőre. És itt most volt minden osztály volt kivéve a mesterlövész, ugye? Igen, a mesterlövészre menni az háborús bűn. De nem a jó fajta menő, mint civileket ölni, hanem maga az igazán. Jó gyerekek, ezt lehet klippelni. Én ettől elhatárolódom. Ma bűzöl a titeket. Kicsoda? Gábor. Várjátok, kifacsarom a gyíkot. Mi is? Mi? Akkor jön a live. Ez a live, gyerekek, ez mi? Az is baj. Ha igazi hős lesz, van, azt mondtam, hogy igen, mindjárt jövök, kiverem. Mi a faszó ez? Melyik fullat meg ennyire? Mi van? Kapjon, levegőt, vegyél, barátom. Ez új. Sípolok, mint a kutya játék, bazd meg. Nagyon jó. Ú, bazd meg. Szerintem még a víz is nevet. Azaz. Tessék, az is gőzmozdony, bazd meg, mit meg kell olajozni az ajtót. Gőzmozdony! Én vagyok a páncélvonat, geci, ne viccelj, ekkora testem van. Hát ebben nem tévedtél, barát. Így, de a másik dagat meg ne szólaljon. Szegényeli. Hát nem tudom, nekem még mindig arányosabban van kövér belem, mint neked, de... Arányosabban van kövér belem. Azt kell, hogy mondjam, azt kell, hogy úgy van, nekem nem látszik. Azt kell, hogy a képviselőtársam felszólalásával egyet kell értsek. Na, hát ez így is van. Fideszes kétharmad. Nagyon sajnálom, de a házelnök szabály nem ad jogot a válaszadásra. Folytatjuk tovább a megbeszélés viszontlátásra. Viszontlátás, viszont hallás. Kedves képviselőtársam, boldog karácsonyt kívánok. Fára a tulaj leeresztve. Itt vagyok. Nem úgy az... Na ilyen hamar meg vagy, hülye? Ez. Halló, Jombo, neked 5 perc cigivel és fürdéssel, mi? Tehát azért... mi irigy vagy bent 3? Hát de... cigi nélkül, tehát 5 perc, érted nagyjából? Igen, de hát afelett már munka. Na, szaki. Így van. Na, Jom, akkor vagy igazán 300 IQ-s vadállat, ha a Pornhubon a 7 másodperces reklámra ki tud verni. Akkor kire. Jön a Laurens, gyerekek! A Dorina azt mondja nekünk itt a Twitch-eten, hogy mi tökre formában vagyunk, hiszen a gömb is egy forma. Igen, és ez mi szöveg? Hát, ezt a... Ezt az olyan lehet kövér vagy, de ő nagy a faszom, hát most. Ennyi. Mit mondjam? Nekem meg lehet, hogy kövér, lehet, hogy kicsi a faszom, de nagy, mint, olyan büdös, mint a nagy, tehát igazság. Na, én kövér sem vagyok, meg a faszom se kicsi, ez mit szólt? Nálam, te vagy az egy ember, akinek ezt elhiszem, mozd meg. Ekkora tested azért. Én nem akarnék azzal szembe kerülni soha az életemben, megmondom. Hát... Én egyszer azt hittem, hogy szembe fogok, amikor ott feküdt az ágyban. Hát azt hittem, hogy felfogok. Azt a szennyes ruhádat? Hát hallod, azt gyakorlatilag... Hát persze, ezeket ki a faszom látta, hogy ott vagy. Megmozdult az ágy. Kicsit! Hallod, én a szobán kívül voltam, de még én is megijedtem a hangottól. Mondom, ebből verés lesz. Bogy baszát. Bönjön le! Oké. Oké, mester. Fő se kapcsoltam, így sem voltam.
De amit a Geri mondott, hogy jó, hogy nem aludtatok ott a barátnőddel, mert akkor kidobáltalak volna titeket. Ránk fekszetett. Ez a, és hogy haltál meg? Hát... Szerintem a Krügét a Kinga hátán kurt. Krügét, hogyha ott maradtatok volna a szobába téged, a Kinga hátán kurt volna meg a zsombot. Azért nem bírok játszani. Én neki bejutottam, nem tudom, hogy. Én is benn vagyok ebben. Jó van. Ennyit a színvonalról. Ugrás közben mars automatikkal hátba lő, az kom. Jöhetnek konétek. Steve az nagyon nézik. Minden egyes donét eljártam, hogy Steve-i farkot. Küldjétek a donátokat! Küldjétek a kurva, sniper van ott! Hú, most felbasztam. Jaj, ne! Bejöttem repülővel, de miért? Várjál, Geri. Spotoltam egyet, Geci, 10 ott voltak. Hát ez hülyék ezek? Jobbarta felállt. You save me. Why? Monkey. Tessék, asszalút vagy. Használd egészség. Ó, most mi a faszom? Ajj, Geci! Földobták a levesest állat, bazd meg. Kell majd a mém, Harry, you are an assault now. Ugye Harry. Ú, a geci ilyen. Harry, you are an assault. Jaj, eposzi mém. Neked leesett, ahogy hallom. Igen. Ez visz. Shut all our up, poszt adom előtt. Na, csősztő. Szervusz! Hello, Gabi. Hofficer. Szervusz! Megjött a hofficerünk. Az egyetlen is a legnagyobb. Nem reagál semmire, itt dicsérik ötem, bazd meg, és leszarja a pal is. Mert nézze, csöves animéjét. Akkor meleg szendvicsem. A bazd meg, te köcsök, ez az. Várjál. Most állunk a fricséretet, hiába jössz fel, rábasztok. Mi a geci van itt? Már szia semmi neked barát. Is. Ilyen szépen, még nem köszöntél nekünk. Ugye? Ma még, ugye. Soha életemben nem felejtem el, amikor a Gabi volt a squad leader, és akkor mondja neki a Geri, hogy jelölt ki a C-t. Refel, mit mond? Mindjárt. De tudod miért egyébként? Az akkori könnyen még most sem szálltad fel. Hát meg kint cigiztem, azt a Geri ugráltott bazag, és konyhából beide a nappaliba, kijelöl, majd visszaszalad, hogy a cigimet el tudjen szélni. Azt a Geri megint parancsot oszt, hogy mit csináljak, aztán megint visszaszaladtam, és megint kijelöltem. Nekem az a kedvenc, hogy elmondom neki szépen, kedvesen, barátiasan, hogy légy szíves, jelölt ki a célpontot, nem érti. Üvöltök torkom szakadtából, akkor érdekes, megérti elsőre. Jó, ha a torkot szakadtából, gyorsan inveljél meg akkor, jó? Játék nem vagyunk, csak meg vagyunk, hogy nem kérdeztem a kifogásokat, azt mondtam, hogy inveljél meg. De bassza meg! Ne haragudjál! De mi az erőző, hogy nem felejtettem álma? Nem, csak nézd a súlyságot okay. Hát húrjak egyet! Hanyan? Én egyet. Tudod, hogy felálljott a kurva géptől, bazd meg. Azt a kívülj meg! A persze, ad ki a vállalkozónak! És meg is ütött! A kurva rejádette meg, te gati felé! Ki ütötte meg? A Niki. De egész a tájt! Itt volt a Krieger kedvence. Már nincs itt. Meleg. Itt is ütöttem. A kurva anyád, a fájt! Te hülye paraszt! Etikus családon belüli erőszak. Megint. Jöhet a donét, jöhet a donét, jöhet a donét. Jöhetnek a szábok. De geci, szépen a szábok. Hívva srácok, nyomjuk a donátot, nyomjuk. Faszom, bazd már, hát megüt. Jöhetnek a csílek. Ász, vagy csak unadaptól lehet, most lesz meg az érdekes státusz. Tényleg? Aha. Na. Minden hónapok küdök csíz. Minden donét után a Walter levesz egy ruhadarabot, de csak egy alsorosa van rajta. Jaj! Ilyet nem játszunk. 500 zokit fogtál húzni, hogy le kelljen venni ezt. Ilyet kurvára nem fogunk játszani. De ez jó buli felé. Kurvára. Csinálunk majd Walter. Aki donétel 100 dollárt, annak küldök lábképet, geci. Így van, OnlyFans mikor, tehát. Azonnal van, csinálom Istenit. Elküldjük azokat a vicceket, amik az albumban voltak. Emlékszel, Geri? Valaki basztopáki a szerverről ért. Basztopáki? Hogy? Hát,
Hallod, Donét bajnok? Valakit kúrják, valószínűleg itt kell a Twitch-ra pénz. Ma itt van Sózsi Gábor, üdv köztünk. Ja, úgy ki a függet. Hello, uram. Na, ne nézzenek. Lánytankot még mindig hozod? Lánytankot. Folyamatosan. Mindig áruló, nem változtak a régió dolgok. A régió dolgok nem változtak. Ajjajjajjajjajj, ez iszod esőn. A régió dolgokból nem maradt semmi. A krügéből sem marad mindjárt semmi. Szegény, azért nem kéne, nem kéne megenni. Én nem bántom a krügét, mert szeretem. A desszertnek jó lesz a izé után. Ki vagy? Hányan leszünk még itt? Szedj föl! Csőszök, na csőszök. Na csőszök. A Balázs, ki lehet? Ki vagy? Milyen idióta vagyok, gorilla vagyok. Galgari vagyok, és maki. Ki vagy? Hát igen, ki vagyok, srác. Nem mutatja a játék közben, ki van. Nekem is egyébként. Most meghaltam. Csak. Akkor mi a fasznak kérdezőcsiköt, te cigó? És akkor meglepődik fél óra után, hogy... Srácok! Még játékban vagyok? Mert úgy érzékelem, hogy kifagyott az a szar. Nagyon szomorú, pedig te vagy a streamer ember. Pedig a streamernek pedig... Fogd már be, te múltál. Nem tudom, én most változik a képernyő, és nagyon durva dolgokat látok. Na baj, az még hallatszik, amit beszélünk, nevezd át gyorsan podcastra, az jókoljuk. Just chatting. Az ügyet. Tetszik az a kép, amit kiraktadok. 67.000 ponttal, geci. Nem jó. Hát ez izé. Hát egy jó, beszkodna a csöcs. Hát egy kis bement. Ment a hűtőre. Nem akartok egy másik szerverre átmenni egyébként? Nem. De hogy szeretjük, amikor öten vagyunk a squadban megint? Geci, én megvettem ezt a rohadt prémiumot, hogy játsszak, és most kitagadtuk. Kitagadtuk? Azért egy húzás. A Walter kidobta. Igen, mert a Walter leállította a szarnak a működését, bazd meg, mert... Nem lesz Donét apukám, tehát SSD! Nekem SSD-nk van. Nem lesz Donát. Vége. Donát Anna. Az de is legyen. Ez az mami, darálj be! Egyetlenül megdoblak egy dollárral, bátya. Tényleg? Nem mered! Hallod, nem Gabi? Gabi, hallod, várjál, most nem akarok geci lenni. De? Nem mersz neki donételni? Ott jobb fülül. Várjál. Szóval, hogy ott van a legnagyobb támogatás jobb fülül, hogyha nézed a streamet, az $6.90 volt. Ki adott neked $6? Ki volt az a hülye? Ki volt az a hülye, aki egyet adott neked annyit? Mekkora faszopó vagy? Milyen kedves barát érted? Minek neked ellenség? Krüge. Kitáltam neked egy biznisz dolgot. Na, figyelj. Hallod, Walter, ez neked is jól jössz ki belőle. Na, igen? Minden $10 donétér, amit küldesz a Walternek, levonunk 5 kivégzést. Mit szólsz hozzá? Jó! Hülye, inkább küldjetek el $5, és írjatok föl 10-et, ne viccelj. 4-es lettem marketing és PR-ból, ne viccelj velem, baj. De baszki, ez amúgy nem rossz, Jeli. Szerintem is. Nem, amúgy legyünk rendesek. $1 Amúgy, Geri, Donát Anna lábkép, vagy Dúró Dóra seggkép? Dúró Dóra seggkép. Kincs Gábor megválasztotta ezt az a nagyon nehéz kérdést. Én, I raise you, nekem egy Áder János bajuszkép jöhetne bármi. Na, annyi pénz azért nincs. Én meg kérek szépen egy Szájjel Józsi, amikor csúszik lefele. Hülye geci, ez olyan menet, hogy még Szájjel is visszamászna azon a szaron. Hülye vagy? Egy izét is megnéznék, egy Orbán Viktor magképet. Olyan picit szerintem elektromikroszkóppa nem láttak még. És miért ilyen kicsi Orbán Viktor? Hát azért, mert azokat az acélgolyókat tartani nehéz a gerincnek. Mr. Gödöllő megszólalt. Így. Jön a tek. Szerinted miért vagyok ilyen magas? Milyen magas? Hallod, mindjárt lelőtt a netet Gödöllőn, úgy érzem. Amúgy megint igen. Nem csak a netet, hanem remélem most már a Krügét is. Az komoly. Arra játszok, hogy fölkerüljön valami figyelő listára, csak nem akar összejönni. Orbán meghallja, hogy szidott Krüge, ki is basztja a geciből amúgy.
És nem csak donétet fog neked nyomni, bátya. Ebből nem csak donét lesz, azt remélem vágod, hát most ebbe kuki is. Az jó, az egy tökéletes dolog, tetszik. Jó, de a Krüger szereti? Igen. Hát akkor azért nekem ez nem büntetés, hanem ajándék. Én erre azt tudom mondani, gyerekek, hogy most egész egyszer azt kell csak kérdeznem, hogy a mi? Gyurcsány jobbot? Na, a Gyurcsány jobbot kártya előkerült. De már én egyszer eljátszottam. Már hát, hogy a félbenként előkerült. Mert azt a 13. amit is elvették! Ah, hülyet elé megyomtam a gránáttal, a buzit, azt meghalt! Ha ha ha! Hülyet tök random beállítottam fölfelé, és meghalt a rohadékja. Ha, csícs kamerém. Tudtam én, hogy király gyerek vagyok. Az igaz amúgy. Nem akarom magamat fényezni. De valaki lő rám amúgy. Ez a fényezés? Nem, hanem forgok körbe-körbe, és hallom, hogy valaki lő, és a csapattársaim hullanak el. Én meg pörgök. Nem akarsz nekem hozni muníciót, jó uram? Mi? Hol vagy? Hát, igen. Az, ami az előbb a Walterre. Jó, de... Akkor megyek be a helyedre. Kapcsolgatja le a Fideszet. Jelenleg mindenütt. Megyek be a helyedre, Zsombor. Ütök egy izé ágyúban. Szedem a izét. Már megyek is, jó uram. Itt meg van lánk szóló. Geri, melyik squadban vagytok? Aaaaah! Nem. Megyek, viszont munitiont. Geri, melyik squad vagytok ti? Jó squadba? Ah, ja, ide. Meg lelőtt hátul! A rohadt csicska formát, de gyere szedjél fel! Ide dobom. Megyek! Gyere szedjél fel! Én tudom, hogy hol van most ez a... Leszedtelek, felőszedtelek! Várjál! Ott van fönte! Bátya, szednek hátba! Engem onnan le, torony! Meghaltam. Ostya! Azaz. Ez 12 éves kuki. De hogy mi a tetves mocskos semmire kellő féregfattya ez a köd? Amúgy ez létezik. De hogy miért veszítenék? Ami ez a negativizmus? Nem veszítek, mert én király vagyok. Jaj, értem. Niki, ne rúgd az oldalamat, légy olyan nedves. Mert visszarúgok. Na hol a... Hogy fönne? Na. Itt van fönt, Geri, nézd csak! Ott. Ott vannak fönt, bazd meg, ott kempelnek. Hezuis, bazd meg, mit kempelsz? Mire, hogy lehet fölmenni? Jó, én elköveltem a Krüget, illetve átnevezünk Jeanra, bazd meg, állom franciául beszél. Innentől kész. Én amúgy esküszöm. Franciák amúgy ürök. A múltkor még nem ezt mondtad, egészen máshogy... 40-et írjál be neki a francia faszopát? Megöltem azt a szemetet! Geci! 40-et? Kúrő zágy! Honnan lő? A 40-et még én is sokallom. Hol a izé? Amúgy ezt vágott, hogy izé? Ártizzuk egymás, 0-24. Bazd meg, áááá, Geri jönnek fölfele. Be is gyújtottak. Megújjaznák az ágyúink csak. Csak álnyoltam. Megdöglött a kurva. Egy volt? Kettő volt. Ott a másik most dolgozott, várj. A kurva anyád, ott van túloldan izébben. Tornyon fönt. Ez mi a faszom volt? Sát, valakit idegeljetek ki, mert nem tudok visszajönni. Geri, ott van fönt szembe a toronyba. Már ebbe írom a chatre azt, hogy... Alt plusz F4. Ha már én nézek most. Jó, valaki beszívja most. Hallod, én megpróbáltam minden zombi az ügyédnek érni. Jó, behang, ez XP boostot ad, hogyha ez... Ha tudsz csatlakozni, akkor nekem köszönd. Szerintem lesz olyan. Mindjárt az ellenséghez kerülök, az lesz a faszat. Meg valami. Akkor anyának a krügét. Bicsáját. Tudok egy krügét! Te is fiam krüge? Most nem tudom, hogy... Te is fiam krüge. Geci! Gabi! Hát leszúrnak, Geci, öld már meg! Isten, merjem meg. Nem tudtam megölni. Szeretem a faszt. Megölt engem. Te is meghalt! Kurva! Kedves egészségedre!
Kedves segítségedre, drága uram. Okádan ad neked, muszáj. Na, nincsen szia uram. Ki vagy? Nincsen Románia. Szia uram. Ciao uram. Szia uram, ilyen hasonló lendületes fiatalokat keresnénk a cégünkben, amely biztosításokkal foglalkozik. Ó igen, érdekel, yes. Hát tudtam. Akik azt mondják, hogy szia uram. Én nem elemes patkány. Amúgy nálunk nem emelem volt, de... Nem emelem volt, csak piramis játék. Nem volt piramis játék, nem volt előrelépési lehetőség. Krüge vagyok is. Így van. Ez... Atom. Hozzám köthet. Hát már bemutatod, felvétel készült róla. Kurva anyádat már! Krüg elhagyja ezt a csoportot, mert sérte a több mint 10 éves OVB tapasztalatára. OVB tapasztalatára! Jönnek a... Több mint 10 év... Így van. Mesterlövész büntető. Varom, ne akard meghazudni magad, te vagy az, akire ráír négy egy csávó, hogy tesó, van egy jó ajánlatom hasonló fiataloknak, mamonád is, hogy ó, igen, úr! Ó, hát igen, mindenki olyat keres, mint én. Azaz, hasonló, és pont ez, tényleg, van ez a szöveg, ez a kérdés, hogy mit keresünk, mit kell hátba lőni engem? Olyan hátba lövendő formád van. A kurva. Az meg a Walter Mossad be is már többet ölt, mint én. Mi a fasz? Te? Tudok spotolni enemiket? Dani. Tiszteletem. Már megint repülsz? Persze. Az akkor zuhany le a vízben egyszer. De miért? Most tettem le 3 darab vizét. Most... Nem baj. Nem baj, zuhany le? Ott a Dreadnought, azt lőjed, bazd. Jó, és mi a faszomat fogok szerinted kezdeni, ízé, kis trencs, ilyen, ízé, spájkokat szórok a levegőből. Old meg. Micsoda? Tessék, ott van spotolva egy tank, meg minden, tököm. Nagyon jó. Azt mondja, ilyen, ez varázsol, egy pár kört így fussál már, akkor léci. Ha csak AG van, gyerekek. AG pont maradt. Akkor megmutatok a tettoktól. Ja, ha előn odáig az a fürgen, akkor tök jó lenne. Menj, fiam! Politikus, ne bőj már el odáig, te csöves kutya! Hallod, Walter, egy politikus, én hány évek kapnék amúgy? Micsoda? Szerintem, ugye, hát egy kicsivel, attól függ kormánytag, vagy csak sima úgy képviselő. Az összeset. A kormánytag. Hát azért már szerintem kicsit sűrűsbitok. Már szerintem bíró... Életfogytig lampus 17. Szerintem bírótól függ, mert lehet, hogy enyhítő körülménynek lennék. Hehehe. Ezt főhúzom egymás után egyszer egy fára. Hát szerintem ez csak egy életfogytig lamp. Na már úgy értem, hogy mindent. Az igazságügyletet, a parlamentet, mindenkit. Tehát az egészet lecserélni a picsam. Azt mondom, életfogytig lamp. Hát itthon nincsen halálbüntetés. Nem úgy értem, tehát nem tudnának elítélni bosszot, hát én lennék a király. Ja, hát akkor... Én illegális hatalom átvételt kéne. Jó, pucsolni akarsz? Hát de jaj, igen. De ezt titokban kéne tartani, nem? Én is akarok izélni, én is akarok helikopterezni a Rogán faszomat. Neki lehet nekem... Egy Isten lenni, ha ezt megtennéd. Én is azt mondom, addig rossz a korrupció, ameddig kiállnak belőle. De miért? Miért kell engem lelőni? 50 sniper, tudod? Jaj, sniper vagyok és fölrolgok a toronyba. Hát meg amúgy... Ah, mindegy. Kata. Mondja azt is, hogy Kata. Persze. Azt amúgy is tudta. Amúgy is mondta, meg nem hallottam. Én mondjuk, Kata. Ez a papaga, ez okosan, mint a... Hoppaga, ez okosabb, mint a Krüge, mit vártatok? De most mi ez a Krüge? Meg ő nem lájtonkozik.
Ja, azt a kurva, azt komoly. Életed végéig kapod egyébként, te lettél a csapatnak az új köcsöge, gratulálok. De ilyen lot, ilyen a light, azért mert egyszer leírtam, hogy light, kétszer leírtam, hogy light. Oké, okay, hallod, vagy... volt az a szar light tankkal jössz a múlva. A fasz, lencsik ezeket. És akkor írja, hogy Krüger in a tank, és nem tudok ráreszpanolni. Ja, mert light tankkal jössz. Krüger vagyok, light tank forever. A faszt! Már múltkor is csak lencsippel jövök, miről beszélsz? Jaj. Múltkor is jövök? Az valami nagyon nagy... kinyakateket mondott volt, uram. Ja igen, amikor az ellenség csapatában vagy, akkor persze, ugye. Most nem mondod komolyan, hogy lerohant hátulról ez a fasz. Elütött a lom. 20-as a lova a csávónak. Gyönyörű! Győz, igen! Suez! 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 Kupika! Geci! Hallott! Neee! Elsők! Ez is a Krüger himája. Konkrétan azon múlott, hogy kifagytam én is, meg a Zsombor is egyszer. Már megint? De ez nem. A Krüger himája úgy. De most már megint miért? Már nem lett megnyerve a meccset, ez a hibád. Értem. De basszatok meg, előrébb voltam mindegyikőtök, nem? Miről beszéltek? Hát ha nem tudom volna neki. Hallod, nézzél már oda! Pompászol repülővel. Hát igen, amúgy. Igen, és mennyit tettél a pontok foglalásáért, ja? A fasz, nem csak repülőbe voltam ám. Aha, igen. Nem csak repülőbe voltam, megmagyarázom. Az komoly. Ez igen. Tudod, kik magyarázkodtak meg, amikor rászkodtak a pártunk, a románok. Ez igen. Ez igen. Azok nem magyarázkodtak amúgy. Ne, jön 44 vagy 43 barátok át, izé, a szovjet oldalra. Mi? Mindig is szovjet pártiak volt. Mi? Kommunizmus, jaj, nagyon jó. Na, Krüger vagyok. Light tankot hozok. Nem is hozok már light tankot, kétszer hoztam, hagyjatok békén soha többet. Nem is erek rákattintani se. Szevasz, Gábor. Te vagy cigány. Ó, Deutsche Qualität. Gábor megy. Na. Gábor A. De miért kell lőni, bazd meg? A kurva anyádat már. Ne lövöldözze itt, meg. Mi lője egyet? Fullan vagy jobb, srácok. A kurva is törők a lőt. Bomber amúgy. Bocs, egy küldök egy izét Discordra, majd ha tudjátok, olvassátok el. Nekem ezt nem sikerült értelmeznem, ezt a mondatot. Beszélgetsz valamit? Hát halljuk. Szia, lenne egy kérdésem. A G30C-be mit takar a Gyora Tio Tuning és mennyiben lehetne megcsinálni? Ha már el akarja adni neked 150-be, de 75 a fegyver, és gyorsító tuning van benne, az sokat ér elvileg. Na, te vagy már egy gyorsító. Ez most mi? Segítek akkor, Bazsikám. Az úriember barátjának van egy eladó G36C-je, amiben valószínűleg egy high speed fogaskerékszet kapott helyet. Az úriembert azért, de ére annyit a high speed fogaskerékszet, illetve a talán esetleg fetezett puska, amennyire ő tartja. Hát, nem. Nem. Nope. Nem is lehet elszoftozni, úgyhogy nem is értsem. Amúgy? Egyébként is te vagy a törölköző. Az meg egy másik kérdés. És lőjük őket oldalról. De bazd meg, hogy nem bírtam lekaszabolni egyik se. Ha ne sajnáld meg a Krügét, nem érdemel annyit. Azért nem tudok lőni. Fáj. De mi ez a stofak plén? Megyek már, szedem. Este már az a kibaszott kurva.
Szóval az úr is ja, meghallott. Na, 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 na. Hát geci, találd már ettet nyomorult fasz. És nem. Na végre, csak fejbe tudtam lőni ezt a faszt. De... átment rajtam egy low. Low, na szépen. Ebben, na, na, így jobb át. Te, Gabi. Jó, attack play leszedve, srácok. Igen. Ha nem is tőled kérdezem, hallott Krüzse? Igen. A bárányt hogy mondod? Aj, sheep. Nem, hát magyar. Bari, hogy... ja, Bari, aj, jaj! Geri, Geri, ne akartod még... Ne akart, hogy megviselek, légy szíves. Ő mondta ki, írjál be neki 10 volt. De a személyiség volt, mert te vezetted rá. Tessem, szerem up and knock him down. Miért, mi van a Barival? Semmi. Hallod, befejeztétek? Ne, ne barizolni a lényeg, majd elmeséljük izé a... sokat ittál és... Neked elkezdően pofoszkodni? Nem, majd... Maradjuk annyiból, hogy neki ez egy elég drága kifejezés volt. Hogy nem? Egyelőre... Nekem mondott tesó, nekem 5 autómba került, mit szólsz hozzá? Igen. Jó. Ez a Gabinak fight a legjobban anyagilag, meg a Fodornak, nekem lelkileg fight a legjobban. Úgyhogy itt meg vagyok csonkítva konkrétan. Miért most kaptál egy BMW-t idéglenes, hogy használd? Mi a show? Jó, az geci menőt. Azon, persze most az a jelent. Jó, megjött a fekete? Nem, fekete. Szürkes. Tudod milyen menő autó, geci? Na, majd megnézzük jövő hét. Ja, jövő hét. Tudod milyen kényelmes, bátya? Nem tudom, majd megtudom. Maga 200 ló erejével? Ellerejével. Hallod, kényelmes bátya? Kényelmes bátya. Haló? Gyerek. Nem akarsz elvinni onnan Pestrémbe? Miért? Ott az autó beült, elmész szépen. De nincs kedvem, reggel vezetni. Bátya, van jogsíd, van autód, lehet vezetni. Köszönöm szépen. Van ostyád. Geri, holnap nincs kedved dolgozni egy jót? Biztos, hogy nincsen. Zsombor, holnap veszik fel a demót a lemezhez. Sajnos. A mit? Mihez van? Hát a zenekarban megveszik. Ja, ja, jó. A, majd hamaros, de egyébként nem lemezen kezdünk, Stevie, hanem ez élet majd valószínűleg. Sima YouTube, úgyhogy majd lehet hallgatni ez erre ingyen. Ja. Meg nektek szerintem Spotify? Így barát... Majd az később, ha már lesz egy egész album, meg ha szerzünk valami szponzorszerűt már oda. Itt vagyok a tankotokban amúgy. Kerülj előtt ki az ERT, légy szíves. B pontot foglalom. Az ERT foglaljuk csak azért. Jó, majd ha újra érdezek, kijelölöm. Nekem te amúgy sem mondd meg, hogy mit jelöljek ki, jó? Nem vagy a törőköző, jó? Nem, én a squad leader vagyok, Mikus. Na Balázs, akkor gyorsítószert van? Most akarom kideríteni, hogy az mi. Jelölnél már a kurvaját? Leéletetek? Vagy mi a faszom? Mi tart ilyen sokáig? Tényleg beleüstek a fejedbe, ököl le, te fasz? Hanyam. Én egyedül, bazd meg, hát ez nem kell. Kemre... Mi hátra kötöm az egyik kezemet, akkor hogy felleg. Hozzám még, hogy csak 9 külgét akkor. Külgét, te ilyen vagy, hát abból ezret is hozhatnék ugyanott lenni. Szerintem. Az egy külge ötötöket elintézte. Mert rohadt csaló, hogy ki van. Nem jó játszunk, nem jó játszunk, tehát hogy kihallgattad, hogy hol vagyunk. Bocsánat. Azt tudod, hogy a súlyos bitok körülmény? Igen. De ők álltak belém, hát nem lehet. Hát de... Na mi állunk belém? És még hatodik is, bazd meg. Az igen. Megy be ezek a Krüger Lajstrom Gecin U24, ezt még ilyen. Nem elég, hogy megkrügéz minket, meg minden hallod, még hatodik. Aszkoly. Szégyen gyalázott Krüger, szégyen gyalázott. Most már nem csak zsombolozás, hanem krügézés is. Igen, a krügézés... Hallod, megveszel zsomborozó barátom, hogy folytatod. Amúgy. És az mit is jelent pontosan? Nem akarod te azt tudni. De a hát mindegy, akkor többet nem látunk, ha meg vagy zsomborozva, annyi a végkimenetel a lényeg. Hát nem nálam van a Trench Raider! Istenem, bazd meg, hát mennyire nyomorult az a replős? Imádom a Trench Raider, ez egy kedvenc elit klasszom, nagyon jó. Nyomod az F-et és meghallnak emberek.
Menj egy kicsit előrébb, aki vezeti a tankot. Geci, az aki éjézik, geci, az fú. Így jó. Talált! Jó, állj. Miért kell megállnom? Hát, hogy ne menj. Jó, eltaláltam, király. Az meg lejt a... What the fuck? Jöttökön van itt az en. Elkaptam. Egyet. Motor. Istenem, és bebújik, mint valami nyomorult. Azi. De szeretem, hogy behozzák a mediket a fegyvereket, de nem használják amúgy az ezt a healfét. Nem, miért szoktak berakni a rifle grenade-et? Ja. A revive helyett meg maguknak a kis mediket, hogy tudják... Istenem! Ez mi? De amúgy végtelenségű buzis, aki ezt csinálja. Rendorító. Rifle grenade-el leszed a medic, geci, hát hogy lehet valaki akkor féreg? Pont így. Hogy tudják ezt a folyamatot, hogy az elfogadat elfoglalni, azt nem vágom. Néztem a YouTube-on valakit, aki éző. Kis medikeket használt, de annak mi értelme van amúgy? Az, hogy buzi. Nem tudja valaki? Noob geci azért. Ezt a barát ott dobni azért. Heininger Terminátor. Ja, de amúgy én sem nagy dobozt használom, hanem a kis pediket. Na, akkor szégyeljétek el magatok a srácok. De mer? De ez miért? Mi az előnye vagy? De most komolyan nem értem. Messzebbre tudod eldobni, nem csak lebaszod magad alá, hanem hogyha mondjuk ott vagytok a két fal mögött, akkor átdobod a túloldára, és nem kell oda menni, úgyhogy veszélyezteted az életed. Ja, akkor ez nem úgy működik, mint a négyben. Hát én nem négyeztem, szóval... Nem négyeztél? Nem. Én na, írjál egyet magadnak. Én se. És zombira én hallgatnék, hogy még nálad is nagyobb. Ja, leszarom. Hát a soha az egészen addig szarod le, amíg elő nem veszi. Ez igaz amúgy. Szintén leszarom. Hanem nem alszol többet, abban biztos vagyok. Jó, na tényleg kurva jó játék a négy. Ki lehet Istenem, próbálni. Istenem, ez... Jó amúgy a négy. Jött neki, én is szeretlek. Legyik legjobb Battlefield. Ennél sokkal jobb, az biztos. Hát az szép, ez azért ez durva volt, na. Nem, de tényleg. Mi ez mi a baj? Amúgy szerintem ez OP. Semmi baj nincs, de ennél jobb. Hát, azért... Én ezt jobban szeretem. Nem, de most nem azt szerintem mondtam ki, hogy ez szar, hanem azt, hogy a négy jobb ennél. Na. Szerintem nem, mert a helikopterektől jobban hányok, mint itt bármitől. Az ott a még 5000 kilométerrel lövő 16-szoros távcsöves sniperektől még jobban okádok. Azok, na azok gusztustalanok, meg a folyamat C4 spam, meg az, hogy rálövök egy tankra 5-5 és nem hajlandó megdögleni. I don't know, man. Tényleg a BF4 volt az, amikor magad alá basztad a C4-et és repültél és úgy lőttél a levegőből, meg ilyenek, nem? Azt nem tudom megcsinálni, meg a C4. A BFT volt az, amikor ráraktad a quadra meg a terepjáróra a C4-et, belevezetted az enemy tankot. Istenem, igen, tudom meg. Ezt is meg lehetem csinálni. Az a jeep stuff, ugye? Hány grátot? Vágtok alám? Srácok, mondjuk az egyetlen, aki enemy-re amúgy rá. Borulok már. És ez így van rendjén, neked nem kell kill. Hagyjál már. Oké, okay, jaj, köszi. Akkor nem volt Ait Walter, szegény Krügét leumpalumpáztam. Hú, geszi, mit csinálta? Leumpalumpáztam, hát mert medikelt és mindig csináltam, amit mondtunk, azt mondtam, hogy a zárulás volt, hogy milyen jó kis umpalumpa lett. De forduljunk, de egy jobbra. Hát Krüge, váltsa a oldalt, bazzek, hát. De nem tudok oldalt váltani, mert tele van a harckocsi. Hát én is bal oldalt váltam. Az oldalváltás az elég jól megy neked. Na, hagyjátok már. Ne. Most már uncsi. Ne uncsi. Ez ilyen. Nem unalmas egyébként, nem bántásból. Tessék? Ez nem unalmas. Szerintem sem. Ez kurva. Az áruló áruló marad, én mondtam, hogy Afrika.
Milyen volt? Az igen, keci, de nem árulás volt, rádobt az ellenséges csap. Gonna take a lot to drag me away from you. Nem akarsz kicsit jobbra is fordulni? Jó, inkább kiszállok ezt. Na, végre megúszta. Mehetünk, mehetünk. Így azon az eredetileg. Csóri. I bless the rains down in Africa. Követlek a Valhallába, Steve. Marty Harry infantivel fejbe lő 92. Látod, kellett neked kiszállni a tangból? Ez mi a faszom? Na jó, hozok most elővészt. Biztos szar lehet. Mit csinálsz? Eszedben eljusson. Eszedben eljusson. Dobjátok ki a squadból a román helyére, hogy jön be helyette román, mert ezt nem tudom arra. Mesterlőt puskált ebbe a helyet. Nem, ezt most a te érdekedben mondom, Krieger, hogy ne. Bazd meg, hogy is... I need healing. Thank you, Guardian. Tényleg zsombor? Igen. Hát szegény Krieger, az csak ne bántsak, hogy ez csak egy Guardian. Traitor. Szerint körülök, csak Krüger maga a Horus. Ti melyik szkolta? Na, a Horushoz ne hasonlíts, hogy jó. Tehát Horus volt valaki előtte, tehát. Az igen. Nem, mondom, a Krüger az egy sima Guardsman, és mi vagyunk a Space Marine-ok. Az úgy teljesen jó. Úgyhogy neked innentől csak uram, jó? Mindenki. Akkor Erebus vagy kihez hasonlítsam? Ott vannak a gremlinek, az orkoknál, akik építik a kis izékot. Megetszik vettük. Én nem tudom, most nem érzem, hogy oltanak, mert nem tudom, miről beszélnek, szóval valamúgy... Alsóbb rendileg tituláltak, nem elég? Ja. Igazából igen, ennyi történt. Csak a szokásos. Igazából kaptál egy varsót. Na, csap fel azt a Dávid csillagot, fiam. Ez komoly. Geri, ott az alt kijelölöd még ma? Befogod a szállat, aki egy gombot nem tudott megnyomni, mikor rászóltam? Mindjárt. Befogod. Befogod. Rögyesen belőtt szó. Apofádod, befogod, apofádod. Kevesebb duma, több mortár, jó Gáborka? A mortár most olyan. Mert nem van baj. Itt van a fölöttetek egy csomóan. Dehogy jöttük meg. De geci, anyján, hogy a faszomba? Jézus. Miért nem bírod kivonni ezt, hogy Jézus, ha már ezt akarod mondogatni? Nem tudom. Jesus fucking Christ! Vajon jön a kibaszott tüdő! Spuri! Ugetsz! Szeretem ide vele. Ó, jó csá... Szia! Mindjárt jövök. Mondjad csak. Vigyázz. Oké. Nézzétek, itt vannak a bunker rajta. A behemót, egy kis van. Annyira csúnya amúgy az a tank, hogy szerintem már úgy szép. Mi a behemót? De hát az tök jó. Ha? Kinyílt fordult egyébként. Az ott... Az nem tudom lejött. Nem. Gabi, szerintem most itt fordulj meg, aztán lőjük messziről behemótot. Mit szólsz? Gabi, egy szobában vagyunk, a papagájt hallod vissza tőlem. Fasz! Vigyázz, gáz! Vigyázz, granyó! És a pornó fizet valaki, hát kit érdekel? Itt a legnagyobb úr a világon. Ez a legnagyobb úr a világon. Kihalt meg. Mi ez a kibaszott sok gránát? Hagyjál már békén. Hát, bazdek, hát első világháború, fasz fárt. Ennyi gránátot összesen nem gyártottak, bazd meg. Hát persze, hogy nem, meg ugye ennyi shotgun se gyártottak, egyszer, hogy az nyomorultak daráljanak minket. Persze, hogy a küldő. Mindjárt behúgyazok, geci, de egyszerűen muszáj harcolni. Az annulátor trench nem is volt az első világháború. Légy férfi. Erezd a nadrágodba, mint az ősök. A trench az után. Azt mondja, ha behúgyazok, akkor fölmosol utána, melyek érte, Steve? Nem volt a háborúba, bazdzsi. Az utána jött, nem? Mire elkészült végelet? Jaj, köszt, fiam. Thank you, Gargoyle. Hova már az a behemót? Ez itt a happy. Hova ezért behemót?
Baj van a sniper! Srácok, tudja valaki hol a behemolt? A B betű. Bazzik, ugyanazt akartam. A zsákon van. A B-nél van, hallottad? De bazd meg a sniperes tötles csicska! A kurva édes anyádat! Hány inger Terminátor? A behemóta nem tudnak minket megölni, nyomorultak. Hány inger Terminátor? Miket beszélsz, ember? Ura gyerek! Ezt te is használni szoktad te! Érdekes egy ember vagy. Menj egy picit előrébb, Gabi. Nem látok rám. Nem baj, ne zavartod magad, Walterben. Jó, megvan. Maradhatsz. Bizonyítek. Ne, ne fordulj meg! Krüger, jobbra. Várjál, sniper. Hát, geci, nem fog rajta a lőszer, vagy mi a faszomból vagy te? Jó, kösz. Franci. Jó. Hát nem jó, mert lőm. A kurva anyádat. Szétlőttem át irányítgánnal. Én is őt, ne aggódjál. Nem látom, értem, hogy behemolt gyerekek, de az A pontot ne hagyjuk már elveszni. Egy lehelletnyit, jó, mindegy, most már nem tudtam kilőni, oké. Okay. Ja, geci, itt vannak bent a franciák! Elmennek a faszomba. What a shitty game. Ne hisztíz már, barátom. Kukú, nem mindjárt behagyodok, geci. Akkor meg nem hagyodok, már végre. Végre. Mi? Ne idegeskedj. Ez csak egy játék. Nem. Így van, igazad van, barát. Go, get some help. Persze, yes. Persze, yes, Marse, yes. Igen, de nem a franciák vagyok az a baj. Hát, amennyit Jesus hoztál, meg mindenfélét csináltam. Szeretnék egy torockai body pillow-t nagyon. Hát mi? De miért? Miért ne? De miért? Tovább mesélek. Hogy minden este. Igazán Isten király helye van ott fönt. Hogy minden este megverhessen. Úgy gyak. De még hogy egy úrt, érted? Vagy valami? Torockai, jó emlék. Való, első lettem 9-0-ával. Mi legyen? Grappa? Nem. Jobb oldali. Másik, jó. Prisedetahure! Nem, most látszok, én megyek. Rendben, Zsombor, jó romlást. Kine lépjél még, Zsombor? Geri, készítsd a hűtőt! Hát bazd meg, megy a hűtőre a screenshot, baszod! Már mindegy. De nem voltam benne a squadban, ember. Ja, bazd ja, meg. Hupika. Ja, benne Zsombor. Gábor, ez a legjobb. Anyád, mennyivel vittünk! Oszt, kurva! Hát, ugye nézted, mennyi pontunk van, bátya? Nem néztem. És ezt nézzétek meg, ott a hűtőre ment is fel a következő. Bazsikám... Hát én maradok akkor egyedül, mert... Ugye akkor ti meg vagytok ötten, meg én vagyok hatodik, ha jól számoltam. Ja, jó, akkor egy badlepakkot is. Na, nyissunk egyet. Na jó, szevasztok. Ciao. Hello, szia, hello, szia. Legendári. Vagy figyelj, vagy elmegyünk armázni. Na, azt én nem. Gabi meg játszik egyedül. Nem láttam, hogy látok Beszpod. Ja, látok, hogy neki a közé. Jaj, a Beszpod lettünk. Vicceltem, Balárta. Nagyon jó hír. De hallod, a másodiknak volt 30 valahány ezer pontja, nekünk meg 60 valahány ezer. Ma az meg elvitték a tankomat. Geci anyát. Nem lehet hozzánk hasonlítani. Azért a... Meg igen. Hát te sem akkora faszon alattam, hogy ez a test, ez maga Budapest. Wow. Annyi szólt össze a Honda-Pesten egy helyre. Hát de tőle Csapesten, bazd meg. Én lakom Csapesten, az gödöllő. Azt ne nevezik. Melyik ezért vagytok? Mi az a Pest? Pestem létezik. Jaj, ti másik csapat vagytok, bazd meg. Ne, Szabotály, mint tudod, a múlva. Hát akkor hogy csöztek a... Mindig jó, mert... Hallod ezt, Krüger? Hallod ezt, Krüger? Nem fog átmenni. Teljes tiszteletlenség, engem inkább lőjön le, mint hogy szabotáljon, ezt úgy győzzek. Na jó, ezért tudod, ezért el is jár.
De most tényleg, most gondolj bele, ez mennyire alsóbrendű már úgy győzni, hogy gyakorlatilag mi az ellenőrű harcolat. A győzelem számít, az, hogy hogy éred el, az tök mindegy. A győzelem számít. Nem a cél, hanem az út számít. Elnézem, itt nem lesz szükségi szabotálásra, mert amíg az én csapatom elfoglalt egy pontot. Engem miért dobott ki a squadból? De én itt vagyok. Melyik squadban vagytok? Az összes. Nem tudom, Geri. Ben vagyunk. Jaj, baszdok, redeployt nyomtam, várjál, mindjárt mondom. Mi kérlek, Alassa, Shutter Squadban vagyunk. De várjál, én osztrák-magyar vagyok. Gyerekek, hol vagytok? Van egy várjál. Tankom. Srácok, ti melyik? Van egy tankom, gyerekek, hol vagytok? Osztrák-magyar a Walter. Walter, akkor ellen vagy. Megyek C-re egy landship-pel. Előjél! Kilő! De nem... Előjél! Mindenki. Nem arra vettük a múlt... Van, oknák is vannak az nem arra vettük a meg is. Fogd már meg kicsit. Nem arra vettük a múltkor, hogy azért mennyivel menőbb a BF4, vagy a BF1, hogy nem dobálja szét a squadokat? Hát geci, ez mekkora főéregség már. Nem tudok elmenni célra, mert szétlőttek kb. Azonnal. Ja. Amint beütöm a tankba, úgyhogy... Ó, pillanat, mert a Krügennek a szar monoló... Kell mennem fosni, mindjárt jövök. Most melyik monológomtól? Death of Krüger. De most neki mit tettem? Annyi szart beszélt, hogy rám jött. Annyi szart beszélt. Pedig egyszer direkt nem beszélek egy szócsalassan, mert nem merek. Jaj. Te árva. Jó, nincsen gránátom, de nagy kár, bazd meg. We have lost objective Edward. Ja, Walter, jelentek. Nézd, azt hiszem a kivégzésnél van. Az asszony urmázott egyet, ráadásul legundorítóbb módon gyakorlatilag a betűkből rakta ki. Ugyacus, hogy rög? Persze, direkt csinálta. Elkezd jelents! Szia, Gabi! Hazd meg, Walter! Valóbb karakter kügésztél! De, ez szóval nem mondtad, hogy ezen a ponton vagy. Kérdezted? Hát, ha megkérdezem, akkor meg... Mi a baj? Hát engem Walter lesz, de büszkrendik rá. De nem kérdeztem meg, hogy hol vagy, meg nem is mondtad. Hát, akkor ezén lehet szabadon hozni. Azt, hogy a kurva anyád. Hozom a lencsiket. Azt, hogy a kurva anyád. Az komoly, Gabikám. Megijesztem! Egy hites voltál, mondom, akkor már csak kilőlek pisztolyjal. Á, volt kemény. Hát, mi szápim. Evitom, geci. Szegény én. Erre mondják, a kurva anyád. A kurva édes anyádat. Az az. Ja, Bazi, mi meg egy oldalon vagyunk. Ja, bazd meg. Basszuk szét őket! Hát olyan... én most szabotálni akarok, csak... Olyan szinten szétkúrják a csapatunkat, mint az Atom. Az a baj, hogy igen, hogy bevesz fog a tankba, és azonnal szétlőik. Konkrétan igen, nekem is ez volt. Még? Tessék? Gőge, el vagytok még? Nem, tudom, én hol vagyok mindenütt. Na, gyerekik, light tankba ben vagyok, nem szétlőni, jó? Light tank? Te is buzi lettél, fiam? Azért hoztam light tankot, hogy ne tudjanak rám respawnolni a izék, a csapattársak. Ja, értem, így mindjárt más. Na, ponton vagytok? Hát, én nem. Vagyis de a környéken, csak én moltálozok. Gabi, megpróbálom oda vinni a light tankot erre. Csak... Kurva nehéz, mert fontosan szétlőnek. Nem tudod, tele vagyunk az olyan mindenhol. Szerintem Bazsi harcoljunk a faszomba, az kész. Most lehet jobban jártak akkor. Szerintem is, szerezzünk pontot. Amúgy is, bazzek, tehát ez, hogy ízni szabotálnak, mondom, ez tényleg a legutolsó csicskaság. Segítjük a barátainkat.
Hát de, hát én szeretném, de hát nem lehet, mert... egy kompetitív játékban úgy segíteni, hogy gyakorlatilag az ellenséges csapat sehol nincsen, akkor most hogy mit segítség? Jaj, Krüger, hát... ne, Krüger, ne, fejezd be! Csak próbálj menteni a bőrét, de tudja, hogy nem tudja. Tudom, hogy próbálj menteni a bőrét. Geci, azért meg... nézd meg. Azért meg kihallgattad őket direkt? Ja, kihallgattam be azok alul. Csak amúgy én... Ne! Na, hogy azt nem értem gyerekik, hogy én ben voltam a squadba, és én is. Áll... Tudod, nem én, azért, mert nem voltunk partiban szerintem. Jó volt for cheese. Ja, az lehet, igen. Party miatt. Amúgy nagyon potokba az meg a... Á, rettentően szarok. Nagyon. Ezeket úgy répedik meg. Várj, hogy a behemótból már 1200 fotót kizettem. Azt nézem, hogy répelig geci a behemótot nagyon durván. Nagyon durván. Már lassan fél HP-nál tölt. Ja, pedig mi most hívtátok le? Hogy az jön magától? Nem tudom. Nem az magától jön, le kell hívni. Két pont a behemótból, gyerekek, hallott 2000 pont. You are not the squad leader, oké. Vageri, jó volt, jó? Sorry. Hát de miért dobtad a játék? Hát, inaktív szerintem. Ja. Nagyon durván meg van erőszakolva az a szar. Hát. Hallod? Több mint 3000 pont. 4000 pontot szedek ki belőle a behemótból. Fuck you. De bazd meg... Most átváltott az ellenséges csapat, mindig mesterlővész, az csodálkoznak, hogy vesztenek. Ugyan, de nem az, hanem a egy helybe áll mindegyik, és ott nem tudom, mit csinálnak. Most mondom, hát mindig mesterlővész, bazd meg. Tőletek is. Mi mindjárt első vagyok, hallod? 4800 pont a behemódból. Mivel lövöd? Menjetek a faszomba! Geci, ez olyan... Fú, de rossz ez a pálya, amúgy, de ki nem állhatom. Kurva jó ez a pálya, amúgy. Én amúgy rettenetesen tényleg rettenetesen. Egy van beviseltem el, az a... Volt ez a frontline játék. Hallod? Rázuhant a tankunkra a behemót. Meghaltatok? Nem, bazd meg. Nem tudom megöle, nekem zuhant meg, nem? Igen. Geci. Egy egész zepedén agyonbaszta a tankot. Kivasalta. Konkrétan így vége, konyec. Nem mászkálj már te ott a hegyekből. Ne lőjél utánam, nem bántalak. Geci, és egy lövés ezik, hát ez persze. Én is hozok snippert, az jó. Na, hogy most tényleg nézem az embereket, Geci. Na, elfoglaltak egy pontot. Ott kettőt is. Kettő? Ó, de ne. Hallatlan, mi ez a fejlődés, ami van? Megtáltosodtak a csapattársai. Itt a... Van két sniper a kezdőnken, és itt fontosan futkosnak, meg lőnek a semmire. Nagyon jó, úgy lagol az ellenséges vadászgép, geci, hogy nem tudjuk találni. Ketten. Ja, nagyon jó, zsép. Az AT Rocket Gun az lőkkel is jó? Igen. Azt mondja, kérlek, kipróbálom. Kicsit gyakorlok itt, hogy a... Nagyon lassú a lövedéke, vigyázz! Ja, tudom. Hát akkor van esélyem eltalálni, hogyha pont szembe repül és úgy ez ja. Irányolom. Ja, megpróbálom. Hát ha. Itt van, ahol kéne az ám légvédelmi ágyúnak lennie. És ez velem van, anyád. Hű, ezt nagyon megnyertek, hogy ezt remélem vágjátok. Vagyok srácok.
Oké. Okay. Szerintem ezután lépjünk ki és hívjuk össze a squad, ja, a tinta partit, mert már így külön fog dobálni örökké. Szét vagyunk esve egy kicsit. Mondja. Tényleg? Hatérokat gondol esélyt a repülőget. Ki lehet lőni, csak alacsony. Hát nagyon izé, nagyon most így fekt... Megyek az arra. Á, nem. Van egyáltalán, van még enemy? Nem. De ott volt egy izé, asszault. Valaki jelöli az ott. Na, Geri itt van velünk. Na csőztek. Na csá. És harcolunk rendesen, vagy cigánykodunk? Mi hát már mindegy, már mindjárt vége. Amúgy, vagytok egyáltalán még Walter, bárhol? Persze. Hát én már csak szépen levárom, hogy vége legyen, mert... Na azt nézem, baznek, hogy basi, egy ellenséget nem látok. Hm? Vedd elő a fegyveredet. F-et hosszad. Azt a kúr, ez milyen rák volt? Minecraft az ungeret. Ja, fad! Jó, az a szurás animáció egyébként. Azt ne öntsél. Mikor ugye emlékszem, az a volt, az üzét rakta másút. Nem is miért kés van. Egy ellenségi gyalogos nem látok, hát mi a fasz? Ez a Thompson még egyszer jól néz ki tépésből. Azaz. Ja, ez amúgy nagyon jól néz, és ez nem is volt túl smék. Mi a... Nem, figyelj. Ezért megfoglak baszni anyát hátán, te gyerünk fel. Jó, ezt tetszik nagyon. Szarházi. Atyá! Tisztelj. Azaz. Hogy merted kilőni a tankomat? Ez a legjobb fegyver. Azaz. Ez a pár. Meg ez az összes x-halagozott granát. Az volt a WW2-ben is. Amúgy. De egyébként ahogy nézem, ezt így gyártották. Ja. Imádom, ha hallod a világ fél, a tóig fogadjunk eldobom a granátot, figyeld! A világ végére eldobja, geci. Bedobtam a tóba, geci. Anyád odáig eldobtam, láttad? Ja, ezt nagyon messzire dobja amúgy. Miért ezt is, bazeg, figyeld, világ végére eldobja. Geci, ezek a katonák, ezek kis labdahajtásból, bazd meg hatosak voltak az iskolában, fogadni be. Hatosak. Hatos. Nektek amúgy középsalőba kellett tesin gránátot dobni, vagy az csak nálunk volt divat? Nálunk csak izé honvédelmi napon. Mert nem gránátot dobtunk, hanem ilyen labdadobásra gondolsz, nem? Nem, mindig rendes gránátot dobtunk. Hát nálunk is pálya. Labda volt. Lépjünk ki az a pálya, összekényi jaj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 j
148-ot. Én szerintem sem ennyit nullát, mert nem csapom semmit. Na itt van a nép. Na jó van, viszont pillanat. Na, köszönöm szépen mindenkinek, hogy nézte, részt vettetek ebben. Megvan már szerintem a program, úgyhogy köszöntem szépen mindenkinek, csücsű.